A szindioxid körülbelül másfélszer olyan nehéz, mint a levegő, tehát a mélyebb területeken például a pincékben gyűlik össze. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerülhet, aki muszgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Minden évben felhívjuk a figyelmet, hiszen egyfajta olyan veszélyforrás jelent maga a musgáz fejlődése, amely széndiokszidot termel, ugye a musgáz, amikor fejlődik, széndiokszid szabadul fel. Ez önmagában nem lenne mérgező, ugyanakkor az oxigént magát szorítja ki a pincehelységből. Éppen ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy a pince folyamatos szellőztetésével, vagy egy szén-dioxid érzékelő felszerelésével, vagy magával a hagyományos módszerrel, amely egy gyertyát takar, és ezzel hogy lemenjünk a pincébe, ezek a tragédiák, balesetek megelőzhetők. A szóvivő hozzátette, a legegyszerűbb gyertyás módszer a legmegbízhatóbb, de számos más megoldás is van a balesetek elkerülésére. A gyártás módszerre visszatérve ugye fontos az, hogy a széndiokszid a pince aljáról teríti magát a helységet, éppen ezért a derékmagasságot javasoljuk minden esetben, hogy egy kinyújtott lapáton vagy egy botra szerelt gyertyát, hogyha derékmagasságban magunk elé tartunk, amikor a gyertya elalszik ugye az oxigén hiánya miatt, akkor már fennáll magának a balesetnek vagy a mérgezésnek a veszélye és ezek a tragédiák egyébként szabolcs mennyében nem voltak jellemzőek. Ugyanakkor ebben az évben két ember halálát okozták nem is olyan régen. Minden esetben fokozottan járjunk el. Fontos tudni, hogy a szénmonoxid érzékelő készülékek nem alkalmasak a széndiokszid jelenlétének kimutatására, tekintve, hogy nem azonos gázokról van szó. Azonban a megfelelő szellőzés kialakításával, valamint a hordók nagytérben történő elhelyezésével elkerülhető, hogy felhalmozódjon az erjedés közben keletkező széndiokszid.